Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jön egy kis Warframe. Nemrégiben ugye megjelent az Ivara Prime, és hát a fenének volt kedve annyit formolni, érte? Úgyhogy írtam Hunter kollégának, ha netán akadna neki egy Ivara Prime valahol ott eldugva, akkor gondoljon rám, megvásárolom tőle szívesen. Egy nap múlva Hunter kolléga írt, jó, ki van formolva, jöhetsz megvenni. Majd fölmentem a Warframe Marketre, mondom, na, mennyibe kerül most egy Ivara Prime, és nézem, 100 plusz, 115 plusz. Mi a jó Isten folyik itt? Emberek, Ivara Prime-ról van szó, az egyik legópébb karakter az összes Warframe között, és csak 115 plusz ér, ugye? Hát 400 plusz, de olcsóban nem adnám ezt a karaktert Prime változatában. Szóval, fogtam, és hát úgy voltam, hogy csináljuk már egy videót az Ivaráról, mert rég csináltam, és az a build, ami akkor jó volt, az félreértés ne esték, most is build, de megértem én, régi, meg hát lassú, úgy érzed, hogy kilódni kell vele, meg nincs covered lethality-d, és nincs egy töröd, meg hát olyan macera, hogy el kell altatni őket, semmi baj, most mutatunk egy másik OP buildet, illetve kitérünk azoknak a fegyverzetére, és amivel az Ivara Prime kiválóan működne együtt, és természetesen szükség lesz a ti fantáziátokra is, de hogy bebizonyítsam a mondandómat, ezért elmentem életem legunalmasabb solo survivor módjára, és amint láthatjátok, 110 percnél már kijöttem. Nem csak azért, mert kicsinalmas volt, hanem azért, mert a fegyver damage-en felmondta a szolgálatot, mivel hogy nem a legtökéletesebb kombinációban voltam, de arról is beszélünk, hogy mi a legtökéletesebb kombináció, és csak felszeretném hívni a figyelmeteket arra, hogy ne becsüljétek le azt a karaktert, aki látta a régebbi videómat az Ivara Prime-ról, hogy mennyire OP tud lenni egy covert lethality-vel és az altatással és a lopással együtt, annak akkor most mutatok egy másik modolást és hozzávaló fegyvereket, hogy ne essen ki a figyelmetekbe, hogy ez a karakter szólóban és csapatban is igen hatékonyan tud elmenni, és most nem túlzok, és azért is mentem el eddig, mert hogyha csak mondom, de nem mutatom, akkor nem hiszitek el nekem, és higgyétek el, hogy azt mondom, hogy ettől sokkal többre, de vagy nagyon-nagyon sokkal többre képes az Ivara Prime, hogyha megfelelő kombinációjú fegyvereket adjuk a kezébe, és ezt meg is fogjuk beszélni, hogy melyek lehetnek esetleg azok a fegyverek, a többi a ti fantáziátokra lesz bízva. Igen. Szóval, ezt a modolást csináltam én, és minimum 110 percig bírja, de van egy olyan érzésem, hogy tovább is bírta volna, de ott már nem a Warframe modoláson múlott, hanem már a fegyvereim nem modolásán, hanem hogy melyek voltak azok a fegyverek, és hogy melyek voltak azok a fegyverek, az volt az, ami nem a legmegfelelőbb ideál, de amire modolva voltak azok a fegyverek, az viszont egy ideális modolás lenne, csak más fegyvereken alkalmazva. Szóval itt van az Ivara Prime modolás. Kérem szépen, egy kis segítség és magyarázat, Arcane Energize, egyértelmű trickery, csak azért, mert hogy nem volt mit beraknom, oké? Okay? Semmi nagyon extra. Enemy Sense, ami fontos, enemy radart ad, amiért fontos ez Survivorben, mert az enemiket alert módba teszi, így az enemik fognak feléd jönni, és ez igen-igen fontos dolog, főleg mert láthatatlan vagy, és hogy láthatatlan vagy, akkor az enemik megállnak, mint ahogy láthattátok a videóban is, tehát össze-vissza mennek, nem igazán feléd jönnek. Az Enemy Sense azon kívül, hogy segít meglátni, hogy merre vannak az enemik, hogy gyorsabban tud jönni, ahhoz képest egy kicsit alert módba is, és legalább ha leszponnol, akkor elkezdenek feléd futni. A következő fontos dolog, ebben a mondásban ez a quick thinking, mert hogy használok tenót arra, hogy összehúzzam az enemiket, és egy csoportba tereljem, és úgy öljem meg őket, mindjárt elmondom miért, és miért fontos ez, és a quick thinking néha, mivel tenót használtam, egy-egy elsütött golyó ott volt, megakadályozta, hogy megkapjam azt a halálos lövést, pont amikor visszamentem a Warframe-be, nagyon-nagyon jól tudott jönni.
ez a modolás nem elérhetetlen, ha nincs Prime Float, Prime Continuity, ne porázz, tökéletesen jól megleszel. A nélkülük is ez lenne, és az igazi és valódi trükk az innentől kezdődik, és ezek a fegyverek közötti együttműködést hivatottak csinálni, és mint mondtam, hogy nem a legideálisabb fegyverekkel voltam ellátva, nem a legideálisabb kombinációban voltam ellátva, így aztán improvizáltam, és azért akadt meg az ölési effektivitás 200 plusz majdnem 300 a szintnél. Szóval a Toridot vittem, szóval annyit már látok mondani, ugye, hogy 110 percig jók vagytok ezzel a setup-pal, akármi történet. A Toridot vittem, ne pánikolj, ha nincsen rá Rivened, Riven nélkül is meg lehet oldani. Amire figyelni kell a Torid esetében, az a Hush című mod, mert Ivora 3-as képességét nem szed ki a láthatatlanságból, hogyha lősz vele, az a lényeg. Szóval corrosive damage, azért, hogy az armortól megfosszam az enemiket. Reméltem, hogy egy kicsit gyorsabban fossza meg az armortól azokat az enemiket, de nem fosztotta meg elég gyorsan tőlük is, ezért akadtak nehézségeim igazából az öléssel. Továbbá nem volt nálam egy kis viral damage, és végül, ami a legnagyobb ellenfélnek bizonyolt, nem a nullifierek, hanem az ancient healerek, nem tudtam őket elég gyorsan leszedni ahhoz, és megvédték ugye az egész csoportot, akit oda egybe gyűjtettem, és ja, az úgy elég macera volt. És ez ugye megakadályozta a corrosive damage-et, hogy jobban hasom, és ez a viral damage hiányzott volna. Szóval corrosive-ra kihúzott fegyver, és hát vittem a kuva fegyveremet igazából, hogy lássam, hogy mennyire effektív igazából, elég magas státusza van, amint látod, és kíváncsi voltam, hogy mennyire durva. Gyorsan szedi le, megint csak gyorsan szedi le az armort, a magas szintű enemikről is, viszont nem elég gyorsan, és ja, hát ja, nem elég gyorsan. Kuva Brock, akinek van Kuva Brockja, az nagyjából 2-3 lövésből az leszedi az armort, bármilyen szinte, hogy nagyon-nagyon durván leszedi az armort, hogyha korrozívra húzott. Szóval ki akartam próbálni, azért vittem ezt, de ideális esetben megeshet, hogy egy viral damage-es fegyvert, másodlagos fegyvert vinnék, csak azért, hogy ugye azokat az ancient healereket gyorsabban le tudjam ölni, hogy aztán gyorsabban dolgozzon a corrosive damage végül. És fegyvernek a Silvoid Aegis egy fantasztikusan erős kard, igazából, és azt pedig gázra modoltam. Azt hiszem egyértelmű, hogy miért gázra, hogyha már csak életük maradt, akkor a Silvoid Aegis az nagyon gyorsan kivégezte. Tenóval összehúztam őket egy helyre. Silvoid Aegis egy vagy két ütés, de szinte bármilyen szinten egy vagy két ütés, és ledarálja őket. Annyira jól összeműködik ugye a két másik fegyverrel, egyik leveszi az armort, a gáz az beprokkol, csoportba összehúzom az elemit, gáz mindenkire beprokkol, felsztekkelődik, szevasz. Szóval ez lenne a buildnek az alapja, és akkor már ugye az Ivorában lévő Vigorous Swap mindjárt nagyobb értelmet nyer, a magasabb ugye DPS érdekében. Továbbá ugye benne van a Condition Overload, tehát az enemy van egy korrózív sebzés, már eleve ugye van egy korrózív sebzés, és ha még lett volna egy viral is, amire rájön még a gázsebzés, értitek a lényeget, azt hiszem. Na, ennyi lett volna. Amit tudok ajánlani, hogy ha följebb akartok menni 110 percnél, mert hogy minden nap muszáj följebb menni a Warframe-be 110 percnél, mert ez bitch please. Amit tudok ajánlani nektek, legyen nálatok egy viral damage, lehetőleg ne a kardba. Hogyha nincs Silvain égiszetek, bármi magas státusszal rendelkező kard, amivel nagyobb tömeget tudtok elérni, teljesen rendben van.
magasabb státuszt hozzatok ki belőle, az a lényeg, condition overload legyen benne, az a lényeg, weeping wounds, rifting contact legyen benne abba, abba a kartba. Ez a három mod, ezzel három modda bármit megoldasz, hogy őszinte legyek, és nem kell agyon OP-zd a kardmodolásodat, amint látjátok, semmi nagyon extra dolog nem volt benne. Szóval elsődleges fegyvernek, ha ajánlom, inkább elsődleges fegyvernek egy, hát bármilyen fegyver, ami gyorsabban bontja az armot, mint a toréd, és a toréd gyorsan bontja az armot, és neked gyorsabban kell bontani az armot, amikor belefutsz az első ezres enemybe, akkor ott egy, max két lövésből le kell bontsd az armort, és azért mondom, hogy a Kuvabrak képes megtenni azt, hogy lebontja az armort egy vagy két lövés alatt, még akár az ezres eneminél is. Szóval Kuvabrak, és a fő fegyveredben legyen esetleg egy Viral Damage című történet, és Tenóval összehúzod őket, ha csak nekem nincsen agyonhúzva, csak nincs agyonmadolva nekem ez a fegyver, ezért nem használom, nekem annyira nem, de a Ferrox egy olyan fegyver, ami elektromosat sebez, és összehúzza az enemiket. Ami nem egy rossz dolog végül is. Ha, és akkor nem vagy benne azzal a kockázattal, hogy a Tenóval húzod össze az enemiket, de ha ketten mentek, és az egyiknél, az egyik társadnál Zenurik Tenó van, az összehúzza elemiket, ő folyamatosan láthatatlanban van, és az enemik ugye rátapadnak, a másik, aki az ivarával van, az pedig csak lövi beléjük a korrózívot, amíg lemegy az életük, utána pedig így együttéssel a Sylvain Aegis-szel, vagy akármelyik másik karddal, amelyik magas státusszal rendelkezik, meg tudod oldani azt a problémát. Srácok, ennyi lett volna, azt hiszem ez a videó. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy felhívtam a figyelmet, hogy olcsón meg lehet kapni a Warframe egyik legópébb karakterét, már ha nincs kedved farmolni rá. Szóval, ja, még annyit, hogy megmutatom a régi ivara modulást, ami szerintem még mindig teljesen helytáll, és teljesen rendben van. Az pedig ugye arra van, hogy fenntartsd a magas időt, gyorsabban lop, sok effektivitást, mert használod az altatást folyamatosan, és ezt nagy területen, viszonylag nagy területen teszed meg, továbbá szükséged van egy törre, csak én régen a karisztot használtam erre, hosszú történet, ne kérdezzétek meg, de meg volt a pontos oka, hogy miért a karrisztot használtam, és a karrisztotban, vagyis a tőrödben most már nem muszáj karrisztot használni, csak régen volt muszáj használni. A tőrödben pedig legyen egy Covert Lethality. Covert Lethality tök mindegy, hogy 30 ezeres enemy megy neked, a Covert Lethality egy ütéssel leszedi azt az enemit, amennyiben finisherre van megnyitva az ivara altat, akkor az enemit finisherre nyitja. Szóval, ja, egy vágásból leszeded az enemiket, amennyiben el vannak altatva. És mivel, hogy gyorsan lop, emiatt 1,19 másodperc alatt lop, gyorsan lop, fent ott tartani a life supportot, hogyha Survivorről van szó. Ennyi, most tényleg ennyi lett volna. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő Warframe videóig. Sziasztok!